Előtt ismét migráns csoportok lövöldöztek a Szabadka környéki erdőkben, eközben Brüsszelben ismét felvetődött a bevándorlók kötelező elosztásának ügye. A migráns kvóták ötletéről Latorcai Csabát, a KDNP ügyvezető főtitkárát kérdezem. Ismét lövöldözéstől voltak hangosak a Szabadka környéki erdők vasárnap. Valószínűleg migráns csoportok estek egymásnak, mindez akkor, amikor Brüsszelben ismét felvetődött a bevándorlók kötelező elosztásának ügye. Vendégem Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára és területfejlesztési miniszterhelyettes. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Két megdöbbentő eset is történt. Egyik ez a szabadkai lövöldözés, ahol több migráns lőtt sebekkel vittek kórházba, de Franciaországban először egy migráns múlt héten támadt gyermekekre, gyermekeket késelt meg babakocsikban, és végül csak egy fiatalember tudta megállítani, és most is volt egy videó, ahol rárontott egy idősebb asszonyra és az unokájára, kirángatta őket egy kapuajból. Látszik, hogy egyre több olyan súlyos bűncselekmény, és egyre több olyan bűncselekmény kötődik a migránsokhoz és a bevándorlókhoz, amit egyszerűen nem tud sem a rendőrség, sem pedig a többi bűnüldöző szerv kézben tartani. Hogyan alakult ez? Hogyan jutottunk el ideig ön szerint? Én úgy látom, hogy a migránsok nagy része, hogy miközben vágyakozik az európai életszínvonalra és gazdasági érdekből akar Európában élni, a közben számára az a kultúra, az a civilizáció, amit Európa képvisel, az semmit nem jelent, mi több ingerli, mert más kulturális alapzata van, és ingerli az európai kultúra, az európai civilizáció, és ezt a frusztrációt adja ki magából. És az egy súlyos probléma, hogy Nyugat-Európa egyes országaiban ez már olyan kritikus tömeget ért el, hogy nem tudnak a hatóságok ezzel mit kezdeni, tehát egyre erőteljesebben tombol a migráns erőszak. Ugye 2015-ben, amikor megkezdődött ez a migráns válság, és elkezdődött ez az ellenőrizetlen beáramlás, akkor nagyon sok több, egy brit történész is, és egy biztonságpolitikai szakértő is azt írta nemrégiben, hogy Merkel kancellárasszony döntés, amivel a Willkommens kultúr keretében megnyitotta a határokat, és ez a megoldjuk, befogadunk mindenkit lépéssel, voltak éppen olyan taktikai hibát és egy olyan súlyos demográfiai hibát követett el, amit Európa most már nem tud kezelni. Visszafordítható még ez a folyamat ön szerint? Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány az első pillanattól fogva az egyetlen megoldást kínálta, hogy ne a problémát importáljuk ide, ne a problémát hozzuk ide, hanem a segítséget vigyük azokba az országokba, ahol valóban probléma van. Ugyanakkor a valódi menekülteket kezdettől fogva azt mondjuk, hogy fogadjuk be. De ez a hatalmas tömeg, ez nem valódi menekültekből áll, hanem gazdasági bevándorlókból. És én hiszem azt, hogy ezzel a fajta gazdasági bevándorlással szemben még mindig nem késő össze-európai szinten fellépni. Csak az a baj, hogy nem erre felé mutatnak a folyamatok, Brüsszelben nem erre felé alakítják a folyamatokat. Igen, de hogyha megnézzük ezt a videót, amiről beszéltem, amikor ez a migráns rátámad egy idős asszonyra és az unokájára, és kirángatja őket a kapuajból, és fölkapja a gyereket, mint hogyha el akarná rabolni. Tehát ezeket a migránsokat és több más társát ki akarná befogadni? Tehát egy kötelező betelepítési kvóta esetén ki az, aki ilyen bűnözőket szeretne a saját országába importálni, és végignézni azt, hogy rátámad egy ártatlan idős asszony és a gyerekére, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt ebből tragédia. Ki akar ilyet befogadni? Senki nem akar ilyet befogadni, ezért találták ki néhány héttel ezelőtt Brüsszelben, hogy akkor a migránsoknak egy kötelező elosztási rendszerét erőltetik rá a tagországokra, ezzel szemben mindent meg kell tenni, mert ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy olyan országok, akik nem kívánnak befogadni ilyen erőszakos migránsokat, azokra ráerőltessék ezeket az embereket, és még fizetni is kelljen utánuk. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ilyen emberek Magyarországra ne kerülhessen. És hogy tudják ezt elkerülni? Hogyan tudnak harcolni? Ugye azért az Unió nagyon-nagyon erős nyomást gyakorol. Nem csak Magyarországra, Lengyelország volt, ami még elutasította ezt a tervet. Vannak országok, amelyek tartózkodnak, de úgy tűnik, hogy Brüsszel, mint hogy egyre inkább erőből, és hát hogy lehet így fogalmazni, lendületből szeretné átvinni ezeket a terveket, javaslatokat, nem nagyon hallgatva meg az ellenvéleményt. Van akkor még itt remény arra, hogy mondjuk ellenvéleményt megfogalmazva bármi eredményt lehessen elérni? Ha hiszünk a demokráciában, már pedig mi hiszünk a demokráciában, akkor abban is hinnünk kell, hogy az embereknek igenis van ereje. Tehát az emberek
ki tudják fejezni az akaratukat, és a választott képviselőiknek ezt kell képviselniük. Én úgy gondolom, hogy jövőre egy olyan pillanathoz fogunk érkezni az európai parlamenti választásokon, amikor igenis az emberek a szavazatukkal arról is dönteni fognak, hogy akarják-e a migránsoknak a kötelező elosztását, ergo Magyarországon akarják-e, hogy az Európai Unió migráns országot csináljon a hazánkból, vagy pedig ezt elutasítják. Szerintem milyen egyszerű lesz a jövő évben, hogy hogyan kell dönteni. Ementén kell dönteni. Ugye azt pontosan lehet látni, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság az tehát nem is az, hogy sokban tartja egymást, de hogy ezek a politikai üzengetések, és ez a folyamatosan pellengére állítanak országokat, elsősorban azokat, amelyek ellenzik akár a kötelező betelepítési kvótát, akár pedig a migránsok elosztását, folyamatosan olyan politikai bélyeget sütnek rájuk, amivel nagyon nehéz együtt élni, az uniós források kérdését most hagyjuk is. Tehát ez a fajta politikai küzdelem meddig folytatódhat kint Brüsszelben ön szerint? Arra kell törekednünk, hogy 2024-ben az európai parlamenti választásokon olyan eredmény szülessen, ahol mondjuk a migráció ellenes, és a migránsokkal szemben kemény fellépést ajánló és ígérő politikai tömörülések szerezzék meg a többséget. Ez a cél, erre felé kell haladnunk, erről kell szavazni jövő május-június. Ugye, támogatná a keresztállításokat, és pontosan ugye a béke keretében és a minél erősebb béke szándékot kifejezendő szeretne minél több keresztet állítani, viszont a Népszava elég érdekesen betámadta önt emiatt. Mit gondol erről, hiszen nagyon éles kritikát fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban? Szeretném előre bocsájtani, nem az én programom. A kereszténydemokrata néppárt hirdette meg, hogy állítsunk kereszteket a békéért. A keresztek mindig is a kultúránkban, ezer éves keresztény kultúránkban a béke szimbólumai. Ennél fogva tehát, hogyha új kereszteket állítunk, azzal kifejezésre juttatjuk a békevágyunkat. Ehhez képest azt látjuk, hogy a baloldali liberális média ezt legjobb esetben is nevetségesnek tartja, kifigurázza, úgy, ahogy általában a kereszténységünket az elmúlt időszakban egyre nagyobb divat a liberális oldalról kifigurázni, nevetségessé tenni, gyűlöletet kelteni a kereszténységgel szemben, és úgy gondolják, hogy más út vezet. Nem a kereszt, nem a kereszténység által kínált út vezet a békéhez. Az a baj, hogy azt látjuk, hogy az ő útjuk az hullahegyeken keresztül vezet, és nem is biztos, hogy a béke irányába. Tehát megint csak két nagyon egyértelmű irány között lehet választani, a kereszténység által kínált béke, vagy pedig a liberálisok által kínált hullahegyek. És hát érdekes, beszéljünk az Magyar Ateista Társaság közleményéről, ugye pontosan itt a Hír TV-ben reagált erre a közleményre, és most kapott egy választ, hogy a valóság az, hogy Latorcai keresztény egyházat több mint 1000 évig legitimálta a rabszolgasságot, a nők elnyomását, a rendi társadalmat, mindmáig korlátozná a szabadságokat, mint a fogamzásgátlás, a szólásszabadság vagy a nők önrendelkezési joga. Mit gondol erről? Hát két hétbe telt, mert két hete jártam itt utoljára, két hétbe telt nekik egy ilyen gyűlöletkeltő, krisztofób pamfletet összeállítani. Ez is egy ékes példája a keresztény ellenességnek, és az, hogy a kereszténységet hogyan támadják nap mint nap. Én úgy gondolom, hogy ez a közlemény egy mondatot sem érdemel, mert oly mértékben szalonképtelen, és oly mértékben nyugodtan merem állítani a gyűlöletbeszédnek egy tipikus megnyilvánulási formája. Úgyhogy szerintem ne is. Ugye, és a békéről, hogyha beszélünk, pontosan ezt mondta Orbán Viktor is, hogy a Vatikán áll mellettünk, és hogy Ferenc pápa is folyamatosan a békét szorgalmazná, viszont nagyon úgy tűnik, hogy sajnos az európai politika döntő többsége hallgatólagosan ugyan egyetértene a békével, de a hangosabb része az sokkal inkább a háborút támogatja. Ennek lehet látni a végét, hiszen sajnos ez a vérengzés a fronton megállíthatatlannak tűnik. Valóban úgy van, hogy a hallgat a mély, de a mélynek, a tömegeknek hangot kell adniuk az álláspontjuknak legkésőbb egy év múlva. Nagyon-nagyon fel fog értékelődni az Európai Uniós, az Európai Parlamenti választás. Én nagyon bízom benne, hogy ott nem csupán a gazdasági bevándorlással szemben, hanem a béke mellett fognak állást foglalni honfitársaink. Igen, és akkor, de ha már a hitről és a vallásról beszélgettünk, azért kíváncsi vagyok arra, mit gondol arról, hogy egy mesterséges intelligencia tartott már istentiszteletet Bajorországban. Azért ez is egy rendkívül furcsa fejlemény, amit hogyha ki akarnák váltani a papoknak és az egyháznak a szerepét a vallási kérdésekben?
Én inkább azt látom veszélyesnek, hogy az Istenit próbálják a világunkból kivonni. Tehát, hogyha mesterséges intelligencia tarti istentiszteletet, az egy ember által programozott valami. Tehát az Isten már nincsen benne. És hogyha az Istent, a transzcendenst kivonjuk a világunkból, kivonni nem tudjuk, de elfordítják egyesek az embereket az Istentől, a transzcendenstől, az idáig mindig tragédiába torkollott. Ez a totalitárius társadalmaknak, a totalitárius berendezkedéseknek volt a próbálkozása, mindig tömegmészárlásba torkollott, és most is egy újabb totalitárius világ rémképe villan föl, hogyha időben nem kezeljük a mesterséges intelligenciát. És hogyan lehet ezt kezelni, hogyan lehet ezt, ha nem is visszafordítani, de legalább megállítani ön szerint? Na például az Európai Uniónak például ezzel kellene foglalkoznia, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligencia által támasztott kihívásokat és problémákat kezelni. De ezzel nem foglalkozik, pedig már a 25. órában vagyunk, és nem is a 24. órában. Sürgősen tenni kéne a mesterséges intelligencia behatása érdekében valamit, és ez az Európai Unió hatásköre. Ezzel foglalkozzanak, és ne a migrációval. Látorcai Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.